Rendkívüli aszály, történelmi kisvízszintek dőltek meg a Szamoson. Szezonváltás, lassan búcsúzik a dinnye és a kukorica, a korán érő almafajták pedig már kaphatók a piacokon. Segítség az iskolakezdéshez, tanszerekkel, pénzbeli juttatásokkal is támogatja a családokat a Nyíregyházi Önkormányzat. Történelmi kisvízszintek dőltek meg a Szamoson a tartós kánikula és a csapadék hiány miatt. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Csengernél több mint 5, Tunyogmatolcsnál pedig több mint 10 cm-rel volt alacsonyabb a vízszint, rendkívüli az aszály a Nyírségben, az Ecsedi Láp és a Tisza-Szamos közterületén. Az elmúlt időszakban 62 éves melegrekord is megdőlt, a talajvízszintek pedig 20 cm-rel csökkentek egy hónap alatt. Egy régi híd cölöp maradványai is felbukkantak a Szamoson. A folyó olyan mértékben apad, hogy egyes szakaszokon gyalog is át lehet kelni rajta. Ezeket a képeket Csenger térségében készítette a Felső-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság. A vízmércén is jól látszik az apadás mértéke. Az alacsony vízállás a tartós meleg és a csapadék hiány miatt alakult ki. A csapadék mennyisége június közepéig többnyire egyenletes volt ugyan, azt követően azonban már csak lokálisan esett némi eső, a hőségnapok száma pedig hónapról hónapra nőtt. A helyzet súlyosságát jól szemlélteti ez a térkép. A pirossal jelzett területek a rendkívüli, míg a narancssárgára színezett térségek az erős aszályt mutatják. Jól látszik, hogy a vármegye egész területére jellemző a vízhiány. Az aszály megközelíti a 2022-es rendkívüli aszályvédekezést, így gyakorlatilag a mi területünkön, a Nyírségben, az Ecsedi Láp és a Tisza-Szamos közterületén mondható az aszály rendkívülinek, a Kelet-Nyírben és Felső-Szabolcsban pedig erős aszály van. Vízjárási szempontból a Szamos folyó helyzete rendkívüli, hiszen most a tegnapi nap megdőlt a történelmi kisvízszint. Ez azt jelenti, hogy tegnap 10 órakor a Csengernél a vízállás mínusz 152 centi volt, ami 5 centivel megdőlt a történelmi kisvízszint. Ez a folyó teljes szakaszára igaz, mert Tunyogmatolcsnál 12 centivel dőlt meg ez a történelmi kisvízszint, úgyhogy itt a kollégák kisvízszintrögzítéseket, visszhozammérésseket végeznek, hiszen ez egy rendkívüli állapot. A történelmi kisvízszintek mellett a talajvízszint csökkenésének mértéke is döbbenetes. A területünkön a talajvízszintek a magas hőmérséklet miatt kb. 20 cm-rel csökkentek az elmúlt egy hónapban. Ez konkrétan azt jelenti, hogy 5 méter mélyen van átlagosan a talajvízszint. A legrosszabb helyzet a Nyírségben van, itt olyan 5 méter 70 cm mélyen van a talajvízszint, ami 2 méterrel lejjebb van az átlagnál. A vízügyi szakemberek célja, hogy minél több vizet tartsanak vissza a térségben. Ahol igyekszünk, tudunk, vizet tartunk vissza, ez konkrétan azt jelenti, hogy a nagy meleg, a hőmérséklet miatt a tározóink vízszintje 5%-kal csökkent, de jelen pillanatban 15,5 millió köbméter vizet tudunk visszatartani a tározóinkba, illetve medeltározást végzünk, zsilipeket zárva tartjuk, és ahol lehetséges, lokálisan vízvisszatartó helyeket létesítünk, tehát visszatartjuk a vizet. A Tisza folyó még megközelítette az LKV szint, de még nem érte el, tehát gyakorlatilag egy 40-55 cm-re vagyunk a történelmi kisvízszinttől. A Szamos folyó az, ahol ilyen rendkívülnek mondható a vízjárás, hogy gyakorlatilag vannak olyan helyek, ahol gyalog át lehet kelni a folyón. Júliusban 62 éves melegrekord dőlt meg, az augusztus pedig 4 fokkal volt melegebb az átlagosnál. A hőség és a száraz idő az előrejelzések szerint a következő napokban is folytatódik, ezért az aszály erősödésére számítanak a szakemberek, szeptember közepéig biztosan. A folyamatok hosszú távon jelenleg az elsivatagosodás irányába mutatnak. Ezek visszafordítására a Nyírség területeit érintő vízpótlási tervek készültek, amelyek kivitelezéséhez nagy léptékű beruházásokra van szükség. Hamarabb értek a zöldségek, gyümölcsök és szezonjuk is korábban ért véget, ennek oka a tartós és rendkívül meleg, száraz idő. A piacokon még jó áron kaphatók a különböző dinnyefajták, akár csak a kukorica vagy a befőzésekhez való zöldségek, de már nem sokáig. Jó hír azonban, hogy megjelentek a korán érő almafajták is a standokon.
Egy augusztus végi szerdai nap a nyíregyházi búzatéri piaccsarnokban. A méz ára egy éve nem változott, az akász jellegű méz kilója 2100 forint. A tojások sem drágultak egyelőre, az MS méretűeket darabonként 53 forintért, XL-es méretűeket 79 forintért tudtunk volna vásárolni. Ugyanazokkal az árakkal dolgozunk, méretben megtalálható az S, M, L, XL, 2XL méret. A takarmány árak, szerintem most lesznek ugye a betakarítások folynak, szerintem majd azok fogják befolyásolni a továbbiakban a tojásnak az árát. A vásárlók közül sokan visszajáró vendégek is a friss zöldséget, gyümölcsöt keresik. Sokkal egészségesebbek, nincsenek permetezve, sokkal finomabbak, nem tárolják őket hidegben, mint egyes üzletláncoknál. Hát én paradicsomot vettem, paprikát, szilvát, barackot, hát az idény gyümölcsöket és zöldségeket. A csemege kukorica szezona vége felé közeledik, az utolsó hetekben ez inkább felfelé tornázza az árakat. Találtunk kisebb csöveket, 150 nagyobbakat, 200 forintért, és megkérdeztük a kistermelő, hogyan készíti el a legfinomabb főtt csemege kukoricát. Forrástól számítva 5-10 perc, 10 percnél semmiképpen sem kell tovább, de én úgy tanultam, meg itt nagyon sok vevőtől is hallottam, meg aki nem tudtam, mondtam, hogy az edény aljára teszünk a csuhéból, utána belerakjuk a kukoricát, a tetejére is teszünk csuhét, és akkor a csapar, én úgy szoktam legalábbis, hogy hideg vizet a csaparról, fel a gázra, és forrásztól számítva 5-10 perc elegendő. A kukoricával szemben a szilva ára inkább csökken, az árusok átlagosan 450-500 forintért kínálták kilogrammonként. Befele megy az ára. Nem, tehát tavaly ilyenkor sokkal többet, meg jobb, nagyobb áron lehetett eladni most. Hát ez a szeptember, augusztus vége mindig is az iskola kezdése, hát ez nehéz időszak volt éveken keresztül. Ez a szilva szerintem szeptember közepére le fog menni. A görög dinnyéből egyre nehezebb jó minőségűt találni. Az árusok azt mondták, a nagy meleg és szárasság miatt a gyümölcs túlérik a földeken. Emiatt drágulást tapasztaltunk. A paprika és paradicsom iránt továbbra is nagy az érdeklődés. Keresik a lecsónak való paprikát, paradicsomot, ugyanúgy a befőzni való paradicsomot, a télre eltelt lecsónak valókat, és emellett még a befőzni való uborkákat, amit keresnek. Hozzátette, a friss zöldbab 2500 forint helyett a piacon most már 1000-1500 forintos áron is kapható, emellett már megjelentek a korai almafajták, a Jonathan vagy épp a Gála almák is. Indul a hulladékért virágot akció. A kezdeményezést idén szeptember 9 és szeptember 21-e között rendezi meg Nyíregyháza önkormányzata és az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A két hét során a külön válogatott papír, műanyag, öblösüveg, fém, csomagolási hulladékért, valamint italos kartondobozokért utalványt vagy növényi hulladékból készült komposztot kapnak a résztvevők. A válogatott hulladékot Nyíregyházán a Korányi és Kerék utcai, Máté Szalkán pedig az Ecsedi úti hulladékudvarokba várják. Idén is ingyenes tanszercsomagot kapnak a nyíregyházi alsósok. Az önkormányzat ebben a tanévben közel 4200 kisiskoláshoz juttatja el az eszközöket. A városvezetés rászorultságtól függően további támogatásokkal is segíti a családokat. A pénzbeli juttatás utazási és étkezési hozzájárulás mellett idén újabb támogatási formát vezetett be a nyíregyházi önkormányzat. Ezt a felső tagozatosok gondviselői vehetik igénybe rászorultsági alapon. Bőséges a kínálat az írószerekben. Szeptember közelettével sok helyen már kedvezményes áron érhetők el a termékek, az iskolakezdés költségei azonban így is jelentős anyagi terhet rónak a családokra. A kiadások enyhítésére a nyíregyházi önkormányzat évek óta nyújt célzott segítséget a szülőknek. Van olyan támogatás, ami rászorultságtól függetlenül minden nyíregyházi kisiskolásnak jár. Az első 4 év folyamon tanulók iskolakezdéskor tanszercsomagot kapnak. Erről a Vármegyei Szakmai Tanévnyitó konferencián is szólt a városvezető. Hozzátette, a támogatások körét idén bővítette is az önkormányzat. Most ki is kellett terjesztenünk az iskola kezdési tanszercsomag támogatást. Ugye alsósok minden évben megkapják, függetlenül attól, hogy milyen fenntartásban működik az iskola. Ez 4194 gyerek volt az idén. És most azzal egészítettük ki, hogy rászorultsági alapon
külön kérelemre és elbírálásra a felsősök is. A támogatás mértéke itt egyszeri 7000 forint, a kérelem pedig október 31-éig nyújtható be. A támogatások nagy része rászorultsági alapon működik, és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kötött, vagy hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetűek vehetik igénybe. Nagyon fontos, és talán elsősorban említeném, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek ezen a héten postázzuk a 6000, illetve 6500 forintos iskolakezdési támogatást. Ez rászorultsági alapon történik ennek az utalása. Itt jegyezném azt meg, hogy ezt a kedvezményt a jegyző állapítja meg, és a jogosultságot pedig kérni kell, aki úgy érzi, hogy jogosult, de nem kapja, és ehhez azt javaslom, hogy az ügyfélszolgálati centrumban fel kell keresni a szociális osztálynak a munkatársait ügyfélszolgálati időben, vagy a családsegítő központnak az irodáját, és ők fognak segíteni azt, hogy milyen támogatásra jogosult, és milyen fejteket kell hozzá teljesíteni. És ha azt mondom, hogy iskolakezdési támogatás, akkor már is az iskolában vagyunk. Ebben az esetben 50, illetve 80%-os támogatást tudunk adni a bérlet megvásárlásához, ez is próbáljuk a mobilitást elősegíteni. Hozzáteszem, hogy ez szintén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódik. A havi étkeztetés költségeihez is nyújt hozzájárulást a Nyíregyházi önkormányzat. 2023-ban tavaly már volt egy kezdeményezésünk, akkor az étkezési költségtérítéshez hirdettünk meg települési támogatást. Tudjuk, hogy nagyon sokan térítésmentesen étkeznek, vagy 50%-os térítést fizetnek, de mindig van valaki, aki még ehhez sem férek hozzá. Nekik próbáltunk egy olyan lehetőséget nyitni, hogy jövedelmi alapon, amennyiben alacsony jövedelem, akkor ők kaphassanak havi 6000 forint költségtérítés az étkezéshez. Tehát próbálunk így komplexen, mindig nagyon sok réten gondolkodni, hogy vajon hol lehet probléma a családoknak, és ott próbálunk beavatkozni. A támogatásokról a Városháza honlapján érhető el részletes információ, személyesen az ügyfélszolgálati centrumban, az iskolákban, óvodákban vagy a család- és gyermekjóléti központokban, telefonon pedig a szociális és köznevelési osztályon is kérhető felvilágosítás. Egymásba rohant két személyautó Nyírbátor közelében szerdán délelőtt, a Nyírbátor irányába tartó személygépkocsi vezetője eddig tisztázatlan okokból áttért a szemközti forgalmi sávba, és az elsődleges adatok szerint szabályosan közlekedő autóval ütközött. Az egyik járműből egy, a másikból két embert mentettek ki a tűzoltók. Mentőhelikopter is érkezett a karambol helyszínére. Szinetár Dóra életrajzi stand-up estjét láthatta a Vidor Fesztivál közönsége szerdán a Móri Zsigmond Színház nagyszínpadán. Az Egy életem című előadásban a színésznő mesélt karrierjéről, legkedvesebb szerepeiről és számos családi történetet is megosztotta nézőkkel. Szinetár Dóra 35 éve énekel és játszik színpadon. 11 évesen már a Nyomorultak című műzikelben énekelte a kis Kozett szerepét a szegedi szabadtéri színpadon. Azóta számos főszerepet eljátszott, Nyilas Misitől kezdve Julián és Roxy Harton át egészen Fionáig. Életének története jelenik meg a színpadon az esten, amelyet Lévai Balázs rendezett. Mi leültünk, én elkezdtem neki történeteket mesélni, és ő szemezgetett belőle. Azt mondta, hogy ez jó, ez maradjon, ez nem kell, ez legyen rövidebb, ehhez még mondjál valamit. És akkor egy pár hét beszélgetés alatt összeállt tulajdonképpen ennek az esnek az alapja, amit aztán nyilván én nagyon sokat cizelláltam magamban, és azt be kell valljam, hogy az elmúlt hónapokban azért sokat változott ez az előadás. Tehát az eredeti, amit a Balázsral csináltunk, az egy alap volt, és ahogy elkezdtem mondani, és elkezdtem figyelni a nézők reakcióit, meg a saját megéléseimet, hogy milyen nekem ezeket a történeteket mesélni, azért volt egy-kettő, amire azt mondtam, hogy én ezt nem akarom, és volt egy-kettő, ami eszembe jutott, és azt mondom, hogy ez de jó lenne elmondani. Úgyhogy azért változott azóta, de a dolognak az alapja az mégiscsak az, amit így együtt végig beszéltünk. Szinetár Dóra nem úgy meséli az életét, ahogy azt mások megírták, hanem úgy, ahogy azt ő élte meg, mint lány, mint nő, mint feleség és mint színésznő. Mesél sikerekről és kudarcokról, örömökről és traumákról. Nevet azokon a dolgokon, amik megtörténtek vele. Úgy gondolja, a nevetés a legjobb terápia nézőnek és főszereplőnek egyaránt. Szívesen áll egyedül is a színpadon, hiszen szóló koncertjein az elmúlt 10 évben már megszokta azt. A bátorságot, hogy ezt csináljam, az tulajdonképpen az adta, hogy azért én most már
egy bő 10 éve egyedül járom az országot koncertekkel, és arra kellett rájönnöm szép lassan, hogy én nagyon szeretek énekelni, de konferálás címén én egyre többet beszélek. Úgyhogy amikor mondjuk azt kérik, hogy csináljak egy egyórás koncertet, abból én 40 percet beszélni szoktam, és 30 percet énekelni. És szeretik az emberek. Tehát, hogy én azt láttam, hogy egyrészt a dalokat is szívesebben meghallgatják, hogyha én elmesélem, hogy mi közöm van hozzá, vagy hogy nekem miért fontos. Másrészt van egy adottságom, azt hiszem, mert ez nem egy tanult dolog, tehát én ebbe soha nem fektettem se időt, se energiát, ezt a jó Istentől kaptam, hogy tudok nagyjából nyomdakészen fogalmazni, akkor is, hogyha éppen az aktuális saját gondolataimat mondom, ami egy szerencsés dolog, mert nincs bennem ilyenfajta druk, hogy most akkor hogy érek a mondat végére. Nagyon szeretek beszélni, és nagyon szeretek mesélni. A színházban hamarosan újabb életrajzi stand-up-es lesz majd látható. Akkor sokak kedvence Mucsi Zoltán meséli majd el élete történeteit szintén Lévai Balázs rendezésében. Négy pontot szereztek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyebeli NB3-as futballcsapatok a szerdai fordulóban. Az észak-keleti csoport 5. körében a Máté Szalka 1-0-ra győzött Hüzesabonyban, a Kisvárda 2 pedig Salgótarjánban játszott 0-0-ás döntetlent. A Sényő Cigándon kapott ki 3-0-ra, a Nyíregyháza Spartakusz 2 pedig Tiszaújvárosban szenvedett 2-1-es vereséget. Azzal, hogy a Nyíregyháza Spartakusz feljutott az NB1-be, a klub második csapata lehetőséget kapott arra, hogy az NB3-ban induljon. A tavasszal még megye egyes együttes irányítását Török László vette át, aki egy olyan csapatot igyekezett kialakítani, amelyik megállja a helyét a harmadosztályban. Nagy átalakuláson mentünk keresztül, sok játékos távozott, sok játékos érkezett is, sok próbajátékosunk is volt, és úgy alakítottuk ki a keretet nagyjából az első forduló előtt egy héttel, hogy meglegyen az a 18 plusz 2 plusz 3 fő, akivel végig tudjuk vinni ezt a bajnokságot. Nem volt könnyű, mert meg kellett válni saját nevelésű játékosoktól is, de azért zömében a keretnek azért maradtak, és ugye igazolni kellett játékosokat is, és arra törekedtünk, hogy legalább NB3-as felnőtt mérkőzéseik már legyenek, és ezek is fiatalokról beszélek, tehát jelen pillanatban a keretünk 2005, 2006, 2007 és 2008-as játékosokból áll. Úgyhogy ez egy roppant fiatal keret. A Spari 2 eddigi mérlege egy győzelem, egy döntetlen és 3 vereség. Ezzel a csapat a 15. helyen áll a tabellán. A szakember szerint a fiatal játékosok számára minden mérkőzés egy tanulási folyamat része. A hiba százalékot, a hibát a lehető legkisebbre kell csökkentenünk, mert ugye megbosszolja magát kegyetlenül, még ebbe az osztályba is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a srácok ezt felfogták. Vannak állandó visszajátszóink is a felnőtt csapattól, amivel ugye azzal a 3-4 fel mindig kiegészülünk. Ők majdnem szinte mindig játszottak eddig. Egy-két játékossal szoktunk még kiegészülni, amit nyilvánvaló, hogy Tímár Krisztián és stábja meghatároz, hogy esetleg kinek van szüksége rehab után felépülésre, vagy játékra, játékpercre, vagy éppen ugye azért kell játékperc, mert még ugye nem kapta meg a NBS mérkőzéseken azt a terhet, és ez teljesen normális, így működünk együtt. Az mindenféleképpen figyelemre méltó, hogy 9 játékos mutatkozott be eddig az NB3-ba, akinek eddig még nem volt felnőtt mérkőzése. 9 fiatalról beszélünk, ugye ebből a 9-ből ugye Harman Levik az egyik a kapus, másik pedig például Kalán Ádám, aki 2008-as születés, és múlt héten már bajnoki mérkőzéssel játszott. Az NB3 északkeleti csoportját a Deac vezeti 15 ponttal megelőzve a 12 pontos Tiszafüredet. A Sényű a 10., a Máté Szalka a 11., a Kisvárda pedig a 13. helyen várja a folytatást. A 6. forduló párosítása a következő, Nyíregyháza Spartakusz 2 Füzesabony, DVTK 2 60, Putnok Salgótarján, Deac Tiszaújváros, Máté Szalka Cigánd, Sényű Karcag, Tiszafüred DVSC 2 és Eger Kisvárda 2. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban.
Rendkívüli az asszály a vármegye területének nagy részén, az elmúlt napokban hőmérsékleti rekordok és történelmi kisvízszintek dőltek meg. A folyók apadásnak indultak, a Szamos vízszintje Csengernél látványosan alacsony. Továbbra is jelentős a forgalom a piacon, a nyár vége azonban már érezteti hatását, még kapható a standokon a görögdinnye, de egyre nehezebb jó minőségűt találni a meleg és csapadék szegény időjárás miatt. A csemege, kukorica, valamint a paprika, paradicsom szezona végéhez közeledik, jó hír azonban, hogy már megjelentek a korán érő almafajták. Ingyenes tanszercsomag, pénzbeli juttatás, utazási, étkezési hozzájárulás. Számos módon támogatja az iskolakezdést a Nyíregyházi Önkormányzat. Az ellátások köre bővült. Idén először a felső tagozatosok gondviselői rászorultsági alapon további egyszeri 7000 forintos támogatást is igényelhetnek. Augusztus 29-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorral legközelebb pénteken este várjuk majd Önöket. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Pénteken is napos időnk lesz, kevés gomoly és fátyol felhűvel az égen, nyugaton és északkeleten néhány helyen kialakulhat zápor, zivatar, ezek környezetében erős, viharos széllökésekre is lehet számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 36 fok között alakul.